Folyamatosan dolgoznak a munkagépek a Bácskosútfalvi Rekreációs Központ területén. Jelenleg a közepes méretű 16x25 méteres medence földkitermelési munkálatai zajlanak. Egyharmadát ásták ki eddig a leendő medencének. A föld, amit meg kell mozgatni, a 2200 köbméter földet kell elhordanunk, hogy megkapjuk ezt az űrtartalmat. Magában a 20 cm-es betonfalhoz egy 220-230 köbméter betonra lesz szükségünk, és ehhez a megfelelő vasalatra. A leendő fürdőkomplexum látvány tervein látszik, hogy ambíciózus célokat fogalmaztak meg az ötletadók. A több medencével, szauna és gyermekvilággal, valamint wellness tartalmakkal tarkított tervet úgy alkották meg, hogy szakaszokra bontva lehessen megépíteni. Például ez a közepes medence vonatkozásában körülrakva díszkövekkel, minden ellátva mindenféle táplálással, a környezet kialakításával, alkalmassá téve fürdőzésre mintegy 150 ezer euróba fog kerülni, ez látható, és azt gondoljuk, hogy az idei évből még ami megvan, és a következő évben ezt össze tudjuk rakni ezekből a forrásokból, az úgynevezett saját forrásainkból, ami tartományt, önkormányzatot és helyi közösséget jelent. A nagyobb beruházásokra uniós forrásokat is megpályáznak majd. A Reki területén elkészült a kismedence, a próbaüzem megtörtént ősszel. Ezt a jövő évi fürdőidény kezdetén igénybe is vehetik a legkisebbek. A közepes méretű medencét is a jövő évi szezonban már beszeretnék üzemelni. Az építkezési munkálatok az időjárási körülményektől függően folytatódnak.